Juliska mókusai. Juliska magányos, zárkózott és szégyenlős kislány. Főleg ilyenkor a nyári vakáció idején. Születésétől fogva beteg. A járása bizonytalan, keze sem engedelmeskedik igazán az akaratának, a szavakat nehézkesen formálja, akadozva és torzan buknak ki a száján. Amúgy Julika okos, értelmes, iskolába jár, nagyon igyekvő. Ősszel már harmadikos lesz. Nagyon szereti az állatokat. A környék összes kóbor cicáját és kutyusát jól ismeri. Sokszor megeteti azokat, beszélget is velük, mert előttük nem szégyenli a hibásan formált szavakat. Az állatok szintén bizalommal jönnek hozzá, érzik a kislányból sugárzó szeretetet. Sokszor várnak rá itt a lugas alatt, ahol Julika nap mint nap üldögélni szokott. De ma nem jött el egyikük sem. Julika olvasni is szeret. Most is könyv van a kezében, és olvasás közben gondolatai elkalandoznak. Az iskolára, osztálytársaira gondol, akikkel nem sokára ismét együtt lehet. Julika nem szereti a hosszú vakációt, mert ilyenkor távol van az osztálytársaktól, barátaitól. Nagyon hiányoznak neki. Milyen jó lesz újra találkozni velük, meghallgatni nyári élményeiket. Idén Julika is volt nyaralni a nagymamájánál, de csak pár napig, mert az anyukája orvosokhoz hordta messzi, nagyvárosokba, még külföldre is. A kezelésekre Julika nem szívesen emlékszik vissza, mert sokszor fájdalmat okoztak neki. De az a pár nap a nagyinál nagyon szép volt. Ott voltak az unoka testvérei, és mind nagy szeretettel vették őt körül. Kirándulni vitték az erdőbe, felváltva tolták Julika átalakított régi gyermekkocsiját. Amíg a többiek epresztek vagy málnáztak, ő előrdögélt egy hatalmas töltyfa árnyékában, leste a madarak röptét, hallgatta az éneküket, figyelte a fűközt mozgó bogarak sürgölődését, s közben arra vágyott, hogy egyszer csak elé toppanjon egy őzike, róka vagy mókus, hogy legyen neki is miről mesélnie ősszel az iskolában. Suttogva kérlelte az erdő tündéreit, küldjenek el hozzá valamilyen állatkát, mert Julika nagyon sok szép mesét ismert. Nem hiába olvasgatott szorgalmasan. Ám azok a mesék, amelyeket ő talált ki, szebbek voltak a leggyönyörűbb tündérmeséknél. Csak be kellett hunynia a szemét, már is ott állt előtte egy tündér vagy kismanó, és lesték az ő parancsait. Ezekben a maga kitalálta mesékben sok csodálatos dolog megtörtént Julikával. Versenyt futott a nyuszikkal, csengőbb hangon énekelt a madaraknál, szebben táncolt, mint a pillangók az erdei réten, és nyelve szaporábban pergett a szarkáénál. Most itt a lugas alatt ülve Julika behuny szemmel emlékezik vissza a kirándulásokra. Maga előtt látja az erdei tisztást, hallani véli a patakvizének kedves csobogását, érzi az erdő illatát, újra átéli izgalmát a kellemes várakozásnak. Tudja ő jól, hogy ne tudná, hogy mindez, amit ott a töltyfa alatt elképzelt, mind-mind mese de olyan jó hinni a mesékben, olyan jó várni a csodát. Pillái hosszan lecsukódnak, majdnem álomba szenderedik, amikor zajt hall. Rápcsálást, ropogtatást. Felnéz, és szemek kikerekedik az ámulattól. Alig karnyújtásnyira tőle, a barack fa ágán egy mókus ül. Barack magot rákcsál. Hegyes fülecskéi kis pamacsban végződnek farka lompos és szép fehér visel. Cseppet sem fél Julikától, aki a gyönyörűségtől moccanni sem mer, újjongva nézi. A mókus visszanéz, folytatja az evést, csak akkor hagyja abba egy pillanatra, amikor a körtefáról újabb mozgás hallatszik. Julika is arra fordítja a fejét, s majdnem felkiált a meglepetéstől. Még egy mókus! Leereszkedik a fáról, Mancsaiban körtét tart, beleharap és érdeklődéssel figyel Julikára. Hosszú időbe telt, amíg Julika elhitte, hogy nem álmodik. Itt a városi kert közepén, távol az erdőtől két mókust is láthat egyszerre. Aztán a kisállatok jól laktak, felkapaszkodtak a fára, s ágról ágra szökkenve eltűntek a lombok közt. Julika eleinte senkinek nem szólt róluk, mert attól félt elkergetik őket. Ám feleslegesen aggódott, mert a mókusok maradtak a kertben, megbarátkoztak Julika édesanyjával és a szomszédokkal is. Torkosságuk miatt senki nem haragudott meg rájuk, bár szó se róla, jócskán megdésmálták a gyümölcsöst. Nyár végén, amikor a dió érni kezdett, átköltöztek a diófára, Befészkelték magukat annak egyik odójába, onnan jártak elő diót szüretelni. Össze Julika osztálytársai nem tudtak betelni a mókusok látványával. Felváltva kísérték haza Julikát az iskolából, hogy láthassák azokat. Sokszor tanakodtak azon, vajon honnan kerültek ide a kis állatok. Julika csak mosolygott a kíváncsiságukon, mert ő tudta a titkot. Az ő elképzelt mesebeli tündérei küldték ide a mókusokat az erdőből.